Pár másodperccel ezelőtt bontottam ki Tokiából ezt a vadonatúj CD-t, és tiszta lappal kezdjük ezt a mai adást. Vendégeink Pocsi István és Zombor Szabolcs. Remélem, hogy egyikőtöket sem kell bemutatni már a kedves nézőknek, de hogyha mégis van, aki mostanság nőtt fel, és még nem járt koncerteken, akkor azért egy pár szóban talán annyit elmondunk, ugye Szabék nemrégiben a Karmapirin együttessel jártak is itt a stúdióba. István, te viszont eltűntél egy időre, legalábbis így hogy is mondjam, a nagy érdemű nem láthatott annyit, viszont rettenetesen sokat dolgoztál, interjúkat csináltál, írtál, zenészekkel jöttél, mentél, és hát amellett ugye az, hogy zenész vagy, azt az oldaladat se tudtad nagyon-nagyon lenyomni a tudatalattidba, mert hogy kitaláltad, hogy most előrukkolsz egy lemezzel, melynek ugye pontosan ez a címe, hogy Hét jel. Nos, miért pontosan Hét jel, vagy miért pontosan Tiszta lap, vagy most egy kicsit lehet, hogy itt összekavarodtam. Hű de sok minden van így az elejére. Hát igen, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy zenészként nagyon régen eltűntem, mert hogy 97 és 2001 között zenéltem én aktívan Nyíregyházán, utána szakmánál maradtam, mert hogy rendezvényszervezés és a média vonalán mozgolódtam. Aztán még visszabugorva, még Szabijéknek a psziché próbáira járkáltam le a Kumbéla utcára, és utána Nyíregyházáról is eltűntem igazából, most már 5,5 éve, lassan 6 éve Budapesten élek és dolgozom. Négy rendeztél mindenféle ilyen autós felvonulásokat, meg rettenetesen sok felé volt. Tehát picit olyan is volt, mint a kerested volna önmagad. Hát én inkább azt mondanám, hogy a kínálkozó lehetőségeket igyekeztünk kihasználni, vagy élni velük. Ugye hát az autós találkozó, amit említettél, azt ugye drága jó testvéremmel szerveztük 9 éven keresztül, 10 évet élt meg ez a rendezvény. KGST party, így van. Hát aki egy picikét tudta, az már nem is felejti el. És tavaly áprilisban jött egy gondolat, hogy a zenében van egy elvaratlan szál, és hát ennek gyakorlatilag a felgöngyölítése, vagy elvarása, vagy talán egy újnak a kezdése, ki tudja, hogy mi lesz majd a folytatás. Elgondolkodtam azon, hogy régi dalokat zenészbarátokkal rögzíteni. Semmiképpen nem volt az cél, hogy ez mondjuk Pócsi István projekt, vagy egy ilyen nagyon-nagyon nevesítve is hozzám köt, vagy úgy hozzám köthető dolog legyen, hogy az én nevem, és akkor ki lett találva, vagy kitaláltam ezt a projekt címet, ami nagyon egyszerű volt, különben először, amikor kiválogattam a dalokat, akkor 7-es darab dalat választottam ki, 7, misztikus, 77-es vagyok a sárkánynak, és 7 feje van, meg a csizma is 7 mérföldes, és így lett a projektnek a címe. A tiszta lap az pedig talán pont arra utal, hogy egy időszaknak a lezárása, ami után viszont akkor ki lehet nyitni egy tiszta lapot, és aztán majd meglátjuk, hogy rajzolok-e rá valamit, vagy mit rajzolunk rá, akár régi barátokkal, vagy pont ez a fajta gondolkodás, ez ezekkel a régi barátokkal is egy újfajta gondolkodást elindít. Na, folytatjuk mindjárt ezt a vonalat, közben Szabira nézek, mert ugye te többek között azokat a zenészeket testesíted meg itt most egy szemében, akik partnerek voltak ebben a lemezben. Zombor egyébként meg nem tudom, úgy tudom, hogy Görögországban nyaraltatok, mert hogy rettenet, úgy nézek, mint egy görög isten. Ez a nagy haj, bajusz, esetleg valami a görög piacot is felfedeztétek magatoknak, itt zenélni fogtok? A görög piacot nem, de az a dal, amiben én közreműködtem ezen a nagyszerű és kitűnő lemezen, annak a végeredményét pont Görögországban kaptam. Görögországban voltam, amikor Pisti elküldte nekem, és iszonyatosan ideges voltam, mert annyira rossz volt az internet a szállodában, hogy egy napig se tudtam letölteni, és szétvágott az ideg, alig vártam, hogy hazajöjjek egyébként, és már itthon hallgattam meg a felvételt. Egyébként tényleg én képviselem a zenekar 1/36-odát, mert 36 zenész működött közre ezen a lemezen. És hogy volt a gyakorlatban, hogy történt? Tehát egy picit valamiféle kulisszatitkokról azért meséljetek. Én csak a magam dolgáról tudok mesélni, mert nem nagyon láttam bele a többi dalnak a megszületésében. Én kaptam Pistitől egy éve, tavaly szeptember eleje környékén egy felkérést, hogy csinálni akar egy ilyen lemezt, és átküldött egy ilyen, hát nem mondom, hogy dalt, mert nem volt dal, egy ilyen zenei alapot, egy ilyen vázlatot, nagyjából ezt kellene eldobolgatni, meg egy ilyen dalt kellene csinálni. Igazából... De ezt te komponáltad? Ezt a dalt konkrétan, aha, igen. Tehát magán a lemezen úgy néznek ki a dalok, hogy ebbe valami teljesen az én szerzeményem, van olyan, amit még a régi zenekaros időből emeltünk át. Domokos Tibivel is volt egy időszak, amikor dalokat írtunk, és ezek... Gyakorlatilag továbbadtad tovább gondolással ezeket a motivumokat. Ez egészen pontosan, és hogy Szabi mondja, hogy ő kapott egy témát, ő ezt feldobolta.
Hát ez nem volt ilyen egyszerű, mert egy olyan témát kaptam, aminek úgy valahogy se az elejét, se a végét nem éreztem meg, se a közepét. Tehát úgy kérdeztem Pistitől, hogy Pisti, mit akarsz ebből a dalból csinálni? Hát azt mondja, majd megformálódik, ezt gyere be és ezt dobold el. Hát írtam magamnak egy ilyen lókottát, nem nagyon szoktam stúdióba, de ezt muszáj volt lekottázni, mert többféle ilyen részekből át. Elmentem, földoboltam, és fogalmam sem volt, hogy mi lesz ebből a dalból. Tehát megköszöntem mindenki szépen, megittunk egy kávét, hazajöttem. És utána pedig Kozma Norberthez került el ez a dal, aki gyakorlatilag szétvagdosta azt, amit Szabi feldobolt, és írt belőle egy slágernótát, amihez Jamie Winchester írta meg az énektémát, ami nekem őrületesen nehéz feladat lett, hiszen kamu angollal egy teljes dallamvezetéssel visszakaptam egy dalt, amihez kellett magyar szöveget írni, ami sikerült is, de tényleg úgy, hogy egy vasárnapi napon mentem felénekelni, és szombat este még nem volt refrénem, Szabival ezen szoktunk nevetni, hogy ez a vasárnap reggeli zuhanyzásnál, meg kávénál egyszer csak azon vettem észre magam, hogy úgy dúdolom magamba az egész dallamot, hogy már szövege is van. De és igazából 11 ilyen történettel lehetne jönni, igen, mert hogy már így volt tehát, a születés. Ezek a dalok akkor valószínűleg így születtek, tehát mindenkinek nagyon nagy élmény volt, gondolom, hogy amikor meghallgatta. Tehát beleadtatok sejteket, és akkor teremtődött egy élő lény, amit nevezzünk egy hát, mikor meghallgattam, akkor egészen konkrétan a hideg futkosott a hátamon, mert én egyáltalán nem tudtam, hogy ebből mi fog születni, én csak tettem a dolgomat, és egy akkor, amikor az első vázlatot meghallgattam, akkor így első felindulásomban írtam Pistének is, meg Kozma Norvénak is egy-egy e-mailt, hogy hát gyerekek, szerintem ez egy sláger. Ez úgy, ahogy van, egy sláger. Aztán a második flash akkor volt, mikor meghallgattam az egész lemezt, mert ugye a többi 10 dalról nem tudtam semmit. És tényleg ez az a lemez, ami elég régen volt már az életemben ilyen érzés, hogy Pisti átküldte, mondtam, figyelj, nem hallgatom meg, majd a lemez bemutatón ott akarok szembesülni vele, de nem bírtam ki. Egy óra múlva elindítottam a lemezt, és úgy odaszögezett egy 50 perccel a székhez, hogy nem tudtam abba hagyni. Tehát egy hihetetlen jól sikerült anyag, és bátor anyag egyébként. Gyerekek, az időnk az most már mindjárt elfogy. Mi lesz az utóélete? Illetve hát még csak most született, de hogyan tovább? Hol lehet megvásárolni? Egy élőben lehet-e majd hallani esetleg valahol? Olyannyira friss a produktum, ami a kezedben van, hogy ezt a nagy közönség még ebben a pillanatban nem érheti el. Október 8-án jelenik meg különben a legnagyobb magyar heavy metal és rockzenei szaklap mellékleteként. Tehát először ezeket kell keresni, és majd igazából önálló kereskedelmi forgalomba csak majd valamikor november környékén kerül ki. Ezt nem adom vissza. Nem is szerettem volna visszakérni, sőt, még hogyha nagyon kéred, akkor szépen. Még dedikáljuk is neked. Kérem szóval, is. Tessenek követni minket a szokásos social felületeken, és akkor ott minden információt meg lehet találni. Hát akkor tulajdonképpen egy ős bemutató volt ez, kedves nézők, legalábbis vizuális szempontból. Köszönöm szépen. Én kívánom azt, hogy sok hasonló ilyen nagyon jó érzésetek, élményetek legyen, hiszen zenészként azt gondolom ez a legnagyobb csoda, amikor valami újat csináltok, és magányosan ezt azért nem olyan jó. Főleg úgy, hogy még végszólag, hogy olyan zenészekkel dolgozol, akiket csodálsz, soha életedben nem találkoztál velük, de egy lemezen, egy dalba. Raktátok össze a tudásatokat, tehát azért ez nagy dolog volt még nekem is. Gratulálunk. Köszönjük szépen.